Jó estét kívánunk a Szombathelyi Televízió nézőinek! Eltelt egy hét, és ismét hétvége itt a Szombathelyi TV képernyőjén. És már akartam mondani, hogy kevésbé szeles helyen vagyunk, mint múlt héten, de a vidámságot megpróbáltuk áthozni erre a hétre is, már csak színben. Hiszen hamarosan földvilágnapja lesz, úgyhogy én gondoltam erre is, amikor a Gyurinak hoztam a ruhát és magamnak, mert ugye én öltöztetem. Én arra asszociáltam, hogy a Haladáson nagyon kemény mérkőzés lesz a hétvégén, a Balmazújvárost fogadják, és hát nagyon kell a győzelem, úgyhogy én inkább amiatt öltöztem zöldbe, hogy reméljük, hogy ez a hétvégi meccs ez sikeres lesz, és akkor a bentmaradás is szerintem már talán fix. Bár ez nem tartozik ide, de küldjenek nekünk SMS-t a 0620-500-731-es telefonszámra, hiszen most is érkeztünk nyereményekkel, például a meglepi kis és nagy kereskedés felajánlott egy gyönyörű vázát és egy fali órát is. Valamint a Hermon iskola felajánlásából egy virágot is nyerhet ami az, egyébként aki, az asztalomban. Aki SMS-t küld nekünk a 0620-500-731-es SMS számra. És képzeljék el, egy olyan dolog következik most, ami nem túl sűrűn szokott előfordulni a hétvége című műsor keretében, egy élő bejelentkezés lesz, hiszen Simán Klára kolléganőnk Celdömölkön tartózkodik a Tulipán Fesztiválon, úgyhogy most megnézzük, hogy mit tud ő mondani, hogy mi történik most jelenleg Celbe. Szia, Klári! Nem olyan régen, valamivel több mint egy órával ezelőtt kezdődött el itt Celdömölkön a Tulipán Fesztivál. Mögöttem a színpadon már is külföldi hagyományőrző együttes játszik, hogy pontosan miről is van szó, és hogy mennyire hagyományőrző ez a rendezvény, arról kérdezem a Kemenesaljai Művelődési Központ igazgatóját, Pálné Horváth Máriát. Szeretettel köszöntöm a nézőket. Ötödik alkalommal szervezzük meg a Tulipán Fesztivált, tavasz köszöntő hagyományőrző rendezvényünket, amelyben elsősorban a népszokásokat, néphagyományokat elevenítjük fel. Mit lehet itt a háttérben hallani és látni? Pillanatnyilag a Kenyeri Citera zenekar zenél, az elmúlt órában pedig megnyitottuk a Vándorszékely kiállítást, táncházban zenélt a Jurta zenekar, és a Kemenesalja néptánc csoport is táncolt. Hamarosan fellép a színpadon Varga Diana népdalénekes, köszönhetjük Kárpátaljáról a Csipkés együttest, és a mai esztár vendége pedig a Balkán fanatik lesz. Azért több húzónév is szerepel, mert hogy a hétvége a Tulipán Fesztiválé. Igen, a Tulipán népi motívum, néphagyomány őrzi a termékenységet, az új tavaszt, az új életet köszönti a tulipán. Ezért választottuk a fesztiválunk szimbólumául, és ezt köszöntjük, ezt ünnepeljük. A holnapi napon is lesz nagy táncház, az egész tér táncolni fog, a Bogja zenekar húzza a talpalávalót, és a város valamennyi iskolása, óvodása kint lesz a téren, egy hatalmas táncházban. Szintén a Kemenesalja néptánccsoport fogja vezényelni ezt a táncházat. No de azért, akik esetleg más irányú érdeklődésűek, azok is bátran jöhetnek. Motor, hintó, mit lehet ezekről tudni? Igen, lesz motoros felvonulás, lesz hintós tulipánút, valamint kisvonattal tulipánút. Ez azt jelenti, hogy a város szép tulipános területeit bejárhatjuk ezekkel a járgányokkal, tehát a kisvonattal, a hintóval, és a motorosok pedig bulis felvonulást tartanak, szintén a tulipán jegyében. Na és a teríték? A teríték természetesen népi ízek, italok kóstolója, helyi pálinkákat, bor különlegességeket lehet fogyasztani, és a helyi vendéglősök pedig különböző ízes ételeket kínálnak. A bográcsos ételektől elkezdve a frissen sültekig minden megtalálható lesz majd itt a téren. Ami viszont a különlegességeket illeti, amit a kezében tart valódi holland tulipán, mert hogy azért érdekesek a celli tulipánok. Hát remélem, hogy van köztük még a holland tulipánból is. 5 évvel ezelőtt egy Celdömölkről elszármazott holland úriember ajándékozta a holland tulipánhagymákat a városnak. Nagyon-nagyon sokat. Ezeket a hagymákat elültettük, gyönyörű tulipános lett a város, és hozzátársítottuk a fesztivált. Egyébként nagyon különleges tulipánokat is láttam itt, ugye jól látom, fekete tulipánt például. Igen, a fehértől a feketéig, sárga, narancssárga és különböző círmos tulipánok is vannak. Nagyon szép a város.
Aki pedig szeretné megnézni Celldömölköt, illetve részt szeretne venni a Tulipán Fesztiválon, ennek a rendezvényein, az eljöhet még ma este, holnap egész nap, illetve vasárnap is ide Celldömölkre. Klári, nagyon szépen köszönjük, és hát ha Celben tulipánt ünnepelnek, akkor Kőszegen a bort. Itt van velünk már Stefanics Kornél borász és Györfi Gábor turisztikai menedzser. Jó estét kívánok! Szép jó estét! Sziasztok! Hát kezdjük sorrendben, mert hogy lesz szőlőjövésének könyve, hogy minden éven, lesz hangverseny, de lesz egy bortúra is, és azt hiszem, hogy ez lesz a legkorábban. Mit lehet erről a bortúráról tudni? Igen, Kőszegen első alkalommal kerül megrendezésre a városi bortúra. Ezt Kőszegváros önkormányzata próbálkozik ezzel a rendezvénnyel. Első alkalommal kerül megrendezésre, és szeretnénk, hogyha ebből egy hagyomány lenne. Ez azt jelenti, hogy Kőszeg belvárosában a nagyobb boros gazdák kitelepülnek, és megmutatják, hogy milyen borokkal szolgálnak. Tehát nem a hegyre kell felmenni, mert akkor boros gazdák jönnek le. Ez kimondottan arról szól, hogy ne a hegyre menjünk ki a pincéhez, tehát a vendégek ne a hegyre menjenek ki, hanem benne a belvárosban, a Jurisics téren egy 500 méter sugarú körben az összes pincészet megtalálható lesz, és megkóstolhatják a kőszegi jobbnál jobb borokat. Hány órától lesz érdemes kilátogatni holnap? 10 órától 17 óráig lesz ez a rendezvény. Hát akkor már jókorán nem lehet kezdeni. Igen. Mit lehet tudni ezekről a borokról? Mert ugye közben itt adáson kívül mi beszélgettünk, és ugye zajlik egy borverseny is, a Vasmegyei borverseny. Erről valami információt kaphatunk. Mondjuk körülbelül mennyi az a bormennyiség, ami versenybe száll egymással? Április Kőszegnek az egy nagyon jeles hónapja, és nagyon sok boros rendezvény köthető az áprilishoz. Ilyenkor kerül megrendezésre minden évben a Vasmegyei borverseny, aminek szerencsére Kőszeg ad otthont, és hát azt gondolom nem véletlenül köthető Kőszeghez ez a Vasmegyei borverseny. Minden páratlan évben Vasmegyei plusz nemzetközi borverseny, illetve minden páros évben szimplán Vasmegyei borverseny. Mivel most 2018-on ezért csak Vasmegyei a borverseny. Ide Vasmegyén termelt szőlőkből a tulajdonosok jelentkezhetnek erre a borversenyre. Amennyit én tudok, hogy 118 bor minta érkezett a versenyre, és ennek az eredmény hirdetése pedig mindig Szent György napján, tehát április 24-én lesz majd a szőlőjövések ünnepség sorozatában. Igen. És ha már szőlőjövések, akkor hát már nagyon régóta vannak feljegyzések, pontosan mióta is? És mit lehet erről tudni? 1740 óta. Akkor nyílt meg az első szőlőjövések könyve, amely kereken 250 évig szolgált az éves szentgyörgynapi bejegyzések és aztán a termőév végi eredményhirdetések papírjául. És aztán most már az új könyvet kezdték meg 1991-ben, tehát a második 250 év is megkezdődött, de az ünnepség az akkor leírt módon ma is megvalósul, hajnalba reggel mennek fel a hegyre a gazdák, a hegybíró, és hozzák be a vesszőt a meghatározott düllőkből, mindig abból a düllőből a megfelelő fajtát, a polgármester elé járulnak, közösen megvizsgálják, bemutatják, áldást kérnek az évre, és aztán mindnyájan bevonulnak a lovakterembe, ahol a művész, most már lassan 20-25 éve Németh János művész úr elkezdi a munkáját, milliméter pontosan rajzolja le az egyes hajtásokat, és közben, ugye ez a jeles alkalom, amikor a borászok, a szőlőművelők pedig meg tudják beszélni, hogy mi is volt az elmúlt évben, mi lett azokból a hajtásokból, mit ígért és mit hozott az év. A holnapi nap ezért lesz különleges, mert borászaink most nem csak egymás között, hanem a hozzánk érkező vendégeknek is bemutatják, és talán el is tudják mesélni, hogy az elmúlt 3-4 évben mit ígért és mit hozott a szőlőéve Kőszegen, és a vendégeink meg is tudják kóstolni. Azért, Kornél, még egy picit maradjunk ennél a borversenynél, mert azért engem izgat az, hogy ez hogyan néz ki. Tehát érkeznek ezek a minták,
És utána mi történik? Hát azért 180 mintát gondolom nem 5-6 ember kóstol meg. 118 mintát, tehát vagy körülbelül 120. 120, igen. Isten, igazából ennek megvan a menetrendje, hogy egy borverseny hogyan zajlik, szakemberek vannak meghívva, és szakemberek bírálják el szakszerű módon a borokat. Négy bizottság volt a Vasmegyei borversenyen, és tehát ezt a 118 bort, hogyha elosszuk négyel, akkor körülbelül bizottságonként egy 30 minta jutott a szakemberekre. Ez körülbelül egy olyan 3 órás munkát jelent, és egy darab szünettel. Fehér, vörös borok, ezek hogyan? Külön-külön méretnek meg, rozé, vagy egy kalap alatt? Nagyjából minden borfajtának külön bizottsága van, de amikor éppen úgy esik, hogy az egyik, teszem fel, a fehérborból kevesebb van, a vörösborból több van, akkor mondjuk a rozébort még a fehérbor bizottság bírálja, a vörösborokat meg önállóan egy bizottság bírálja. Gábor, ez az április úgy gondolom, hogy nagyon sokszínű volt kőszeg szempontjából, és még lesz jó sok program, és mi várható májusban? Hát csábít a május, erdőre, hegyre, rétre. Tulajdonképpen mostantól minden hétvégén családi élménynapok, jövő hétvégén például a Bektor Látogató Központnak a madárkertje 20-25 gólyával, különleges kuvikokkal, rétisassal és más különlegességgel ingyenesen lesz látogatható. És hát ezen a hétvégén is azt mondhatom, hogy borosaink olyan helyekre költöztek, ahol kiállítások, kis kulturális programok, sőt előadások is lesznek, tehát ez azt elindult a szezon, ugye? Elindult az élet, a bort köszöntjük ezen a hétvégén, és jövő hétvégén pedig egy kézműves sörmajál is lesz Kőszegen. Úgyhogy mindenképpen úgy próbáljuk megcsinálni, hogy az apák és a nagyobb testvérek mellett a család többi tagja is jól érezze magát. Tehát valóban Kőszeg belvárosa, ahogy Kornél is mondta, jól bejárható. Remek beszélgetésekre, találkozásokra alkalmas. Sok szeretettel várunk mindenkit. Köszönjük szépen. Meg egy utolsó kérdésem lenne Kornélhoz, hogy lehet tudni már így előre, hogy milyen lesz az idei szőlőtermés? Mit gondolsz akkor itt? Ez a legnehezebb kérdés, amikor ilyet egy laikus, amikor feltesznek egy, úgymond egy szakembernek egy ilyen kérdést. Hát a szőlőjövések könyvében, amikor a berajzolás is megtörténik, ugye azt gondoljuk, hogyha minél szebb hajtást tud a művész úr berajzolni, akkor az valószínűsítheti azt, hogy egy szép évjárat lesz. Hát sajnos ez nem elmondható, nem mindig igaz. Tehát van olyan évjárat, amikor áprilisban egy nagyon szép hajtás van berajzolva, és hát vagy egy jégverés fog történni, vagy éppen egy olyan időjárási ciklus lesz nyáron, hogy nem lesz jó a szüret, nem lesz jó a minőség. És olyan is már nagyon sokszor előfordult, hogy szinte semmi nincsen berajzolva, mert egyszerűen a rügyek még nem pattantak meg, nem jött még elő, még alszik a természet, és mégis egy nagyon szép évjárat lesz a szüretre. Köszönjük szépen. Hát akkor augusztus, szeptember környékén már biztos okosabbak leszünk. Akkor már többet fogunk tudni, igen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük a lehetőséget. Most pedig folytatjuk, hiszen az örökzöld kertészetbe jártuk, ahol szokásunk szerint Henny adott pár jó tanácsot, hogy hogyan készüljünk fel a jó időre, és hogy miket ültessünk most. Közeledik május első vasárnapja az anyák napja, és ebből kifolyólag mi is rengeteg sok szép növényel várjuk a kedves vásárlókat. Azt vettük észre, hogy az elmúlt években az anyák napja az inkább felértékelődött. Úgy, mint ugye a Valentin napnál megfigyeltük, hogy az annyira nem lopta magát az emberek szívébe. Az anyák napja az viszont egyre inkább népszerűbb is, és keresik az értékesebb növényeket. Van olyan virág, ami népszerűbb, vagy esetleg te tudnál ajánlani, hogy mit érdemes ilyenkor anyák napjára vásárolni? Igen, ugye ami mellettünk látható orchidea az egyik örök kedvenc, akkor megmutatjuk majd mindjárt a kedves nézőknek, milyen az, amikor a frézia cserében van, és nem vágott virágként adjuk át, illetve minden, ami virágos. Tehát, hogyha körülnézünk itt bent, akkor látunk cserepes rózsákat, begóniákat, korallvirágot, és a hortenzia is nagyon népszerű, illetve a rododendronok, azáleák. Tehát nem mindenki szobanövényt vásárol, hanem van, aki kertbe kiültethető virágzó cserjét.
szabadgyökerű gyümölcsfák szezonja ugye most kezd véget érni, viszont akik gyümölcsfát szeretnének ültetni, azoknak sem kell elkeseredni, mert a konténeres gyümölcstermőket egész évben lehet, úgyhogy sokan keresik most még a ribiszkét, köszmétét, szőlőket, vagy akár a különféle gyümölcsfákat, ezt egész nyáron bármikor lehet ültetni. Másrészt a rózsák. Szintén úgy van, hogy a szabadgyökeres rózsák az most már lejárt, viszont konténerbe csodálatos rózsák érkeztek. Nagyon népszerűek a teltvirágú angol rózsák, illetve az illatos tearózsák, vagy térhatárolónak lehet mondjuk parkrózsát, poliantarózsát is ültetni. Aztán bejött a fűszernövényeknek is a szezonja. Azt vettük észre, hogy a levenduláknak a népszerűsége még mindig töretlen, sőt, akinek van már otthon levendulája, az keres újabb és újabb fajokat. Például nem csak a tihanyi alap levendulafajt keresik sokan, hanem látják azt, hogy vannak nagyon erősen kékvirágú fajták, vagy olyanok, amik nem nőnek magasra, tehát sokan elkezdték ezeket a növényeket gyűjteni. Aztán kedvet kaptak sokan ahhoz is, hogy a balkonukon, vagy a kis előkertben fűszernövényeket neveljenek. A zsája, a rozmaring, a kakukkfű, a citromfű, a menta, az mind-mind otthon könnyen is termeszthető, de mondhatnám az oregánot vagy a majoranet, tehát rendkívül széles a fűszernövényeknek és az aromanövényeknek a palettája. A rododendron virágzás ugye az arborétumban az egy mindig külön program, és ilyenkor nálunk is megélénkül a kereslet a rododendronok iránt. Nagyon nagy színvált választékban kaphatók, tehát a fehér, a sárga, a rózsaszín, de akár még lilaszínű rododendron is létezik. És vannak apróbb, illetve nagyobb levelű fajták. A háttérben látható egy szép olajfa bonsz, ez az egyik legnépszerűbb nászajándék esküvőre. Valamilyen oknál fogva ennek lett valami misztikus, varázslatos szerepe, mert egyre több fiatal házaspár vagy magának megveszi az olajvát, vagy pedig valakitől, a tanuktól, vagy keresztszülőktől azt kér ajándékba. Továbbra is küldjenek nekünk SMS-t a 0620-507-3181-es telefonszámra, hiszen megéri. Egy nézőnk írja, hogy ők már elindultak Celdömölökre, és egyébként szereti a meleget, a virágokat és a haladást. Tehát tulajdonképpen érintett az összes témát, amit a bevezetőben mondtunk. Más SMS is van, sokan örülnek annak, hogy jók a programok a megyében, és hogy színes lesz Kőszegen az április és a május is, valamint hát azt is, hogy sok helyen lehet jó bort kapni Kőszegen. Ez biztos, hogy így van egyébként, de várjuk az SMS-eket továbbra is, hogyha nyugodtan írjanak. Ahogy említettem a műsor elején, hogy én a földnapjához öltöztem, és a Gyuri is egyébként, és hát ha már földnapja, akkor ugye kicsit Hőmanóra is térünk rá, és ha már Hőmanó, akkor itt van velünk Kocsics Tóth Ildikó. A távfőszolgáltató sajtóreferense, szia! Sziasztok, örülünk, hogy eljöttél. Na jó, nem csak a Hőmanó miatt, hanem úgy egyébként is, mert hogy volt a távfőszolgáltatásnak is napja. Meg hát, hogy zöldülj velünk, ugye? Így van, úgyhogy a zölddel kapcsolódok is rögtön hozzátok. Én a zöldülj velünkkel kapcsolódok, itt a különböző zöld gondolatokhoz. Távfőszolgáltatás napja volt, de ott is ott volt a Hőmanó. Tehát ő elmaradhatatlan most már, mindenhol ott van, ahova mi megyünk. Múlt héten pénteken volt a távfőszolgáltatás napja. Ezt most már 5. alkalommal rendeztük meg, illetve országos szinten került megrendezésre. Itt mi Szombathelyen a főtéren ünnepeltünk, egy flashmobot tartottunk, ahol több mint 200 kisgyerek volt jelen, óvodások, általános iskolások, és ők bonyolították le ezt a flashmobot, ők szerepeltek benne, nagyon aranyos, színes sapikba, gyönyörű napsütéses idő volt, a tavasz is megérkezett, nagyon jó hangulatú volt az egész rendezvény, a gyerekek nagyon jól érezték magukat, táncoltak Hőmanóval, talán a nézők közül néhányan jártak is arra, és akkor láthatták is, mert sokan megálltak megnézni, mi ez az óriási jókedv volt. Hányadik alkalommal rendeztétek meg ezt a távfőszolgáltató napot? Itt Szombathelyen most a 3. alkalommal rendeztük meg, de országos szinten ez már az 5. alkalom volt. Országosan nagyon sok városban, egyre több városban rendezik meg egyébként, és minden évben van egy város, ahol a hivatalos országos rendezvényt megtartják. Ez tavaly egyébként Szombathely volt, ott ugye a legnagyobb maga a rendezvény, de sok városban törekednek erre, hogy egy picit ilyenkor megünnepeljék a távfőszolgáltatást. Ez a flashmob, ez hogy nézett
ki, vagy milyen jellegű volt? Hát ezt úgy kell elképzelni, ugye mert kisgyerekek bevonásával csináljátok, nagyon komoly koreográfiát azért nem akartunk ennek adni, inkább a hangulata volt fontos. Egy zenére körbesétáltak a gyerekek, 4 kört alkottak a gyerekek, és körbesétáltak, és különböző színű sapik voltak rajta, ilyen baseball sapkák, narancssárga és zöld, és akkor nagyon jól mutattak benne, ezeket a sapikat természetesen el is vihették ajándékba, meg hát az elmaradhatatlan lufi, tehát az a végén az mindenféleképpen kellett. A lufi meg a hőmanó mindenki kedvence. Miért tartottátok fontosnak, hogy ezt a rendezvényt évről évre megrendezzétek? Azt gondoljuk, hogy néha jó egy kicsit felhívni valamire figyelmet. Amikor a hétköznapokban otthon vagyunk, jó meleg van a lakásban, nem is nagyon gondolunk e mögé, és néha érdemes egy kicsit kiemelni, hogy azért a távhőszolgáltatás, az, hogy otthon nekünk meleg van, hogy a csapból meleg víz folyik, amögött emberek vannak, dolgoznak, több mint 80 ember dolgozik Szombathelyen is, nap mint nap azért, hogy jó meleg legyen a lakásokban. Illetve ami miatt még úgy gondoljuk, hogy érdemes a távhőszolgáltatásra felhívni a figyelmet, az a környezettudatosság, azok a lehetőségek, amik a távhőszolgáltatásban lehetnek a jövőben is, illetve amit már használunk eddig is. A hétköznapokban ez egy kicsit így elsiklik. Jó egy-egy ilyen ünnepnap, ahol egy ilyen nagyon jó hangulatú kis rendezvényen egy picit ezt felelevenítjük. Én nem olyan helyen lakom, ahol távhőszolgáltatás van. Most mit kell tudni jelenleg a távhőszolgáltatásról Szombathelyen? A fűtési szezonnak vége, vagy még esetleg kell valahol, vagy ez most ilyenkor hogy működik? Hivatalosan május 15-ig tart a fűtési időszak. Most ugye napokban nagyon meleg volt, ilyenkor napközben leáll a fűtés, meg van határozva, minden lakóközösség meghatároz egy hőmérsékletet, ami alatt leáll a fűtés, ez általában 15-16 fok, hát ezt viszonylag korán reggel eléri most már kinti hőfok, illetve egyre több olyan megkeresés is érkezik a lakóközösségektől, hogy már egyáltalán nem kérnék a továbbiakba a fűtést. Én bízom benne, hogy ilyen jó idő marad a következő hetekben, és mert én is nagyon örülök neki. Úgy hallottam, hogy beszereztetek egy elektromos autót. Folyamatban van a beszerzése, de azért egész jók az értesülések, igen. Folyamatban van egy elektromos autó beszerzése. Van egy szerelőpáros kollégánk, akik a lakossági hiba bejelentésekre mennek ki, és nekik szerezzük be, most első körben ez lesz az első autónk. Ők fognak ezzel a városba hiba elhárításokra járni, de természetesen hosszabb távon azért gondolkozunk abba, hogy majd az autó cseréknél, amikor lehet, akkor ezt figyelembe vesszük. Biztos vagyok benne, hogy ez az elektromos autópark is bővülni fog, mert ugye azért ugye az elmúlt másfél évtizedben igyekeztünk nagyon sok vonalon odafigyelni arra, hogy tegyünk a környezetünkért a mindennapokban is, például elemgyűjtő van kihelyezve az ügyfélszolgálaton, amit nagyon sok ügyfél előszeretettel használ, újrahasznosított papírt használunk a munkákban, 15 éve üzemel a biomassa fűtőmű, ami Kelemen utcában, most ehhez kapcsolódik ugye az elektromos autóbeszerzés, további tervek között van a biofűtőmű bővítése, kazánházi összekötések, távvezetékfelújítások, szeretnénk napelemeket telepíteni majd a telephelyekre, tehát nagyon sok tervünk van a közeljövőre is. Tehát ti is szeretnétek védeni környezetet és a földünket, és ezzel kapcsolatban vasárnap hát a Földvilágnapja lesz, és ti is készültök egy rendezvénnyel. Így van, az önkormányzat szervez egy rendezvényt évek óta, ugye már a Csónakázótó szigetére, és ehhez kapcsolódunk be idén mi is. Mi is ott leszünk, Hőmanó is ott lesz, várunk titeket is nagy szeretettel. Készülünk játékokkal a gyerekeknek, az anyukáknak egy teszttel, ennek az eredmény hirdetésére délután kerül majd sor, illetve volt egy rajzpályázat, amit az önkormányzattal együtt írtunk ki, és ennek az eredmény hirdetésére szintén ott kerül majd sor. Hogyha jól gondolom, akkor erről ezt hallott is már, mert úgy láttam, hogy szavazott a közösségi oldalunkon az egyik rajzra, úgyhogy lehet, hogy érdekelt is voltál ebbe valamilyen vonalon. Abszolút érdekelt voltam, az unokatestvérem direkt rajzolt, hiszen nézte a műsorunkat, és akkor mondta, ő is rajzol, meg szereti egyébként Hőmanót, de most nem akarlak befolyásolni titeket amúgy így az eredményben. Lezárult a szavazás. Akkor abszolút a nézők se gondolhatják, hogy... De már lezárult a szavazás csütörtökön, összesítettük a szavazatokat, és ott vasárnap kerülnek átadásra majd a nyeremények. Hány rajz érkezett összesen, bocsi Gyuri? Körülbelül 120 rajz érkezett, ezekre lehetett szavazni az önkormányzaton, a helyszínen, illetve a Zöldülj velünknek a Facebook oldalán, és mind a két helyen a beérkezett szavazatokat ugye összeszámláltuk, és összesen 11 nyereményt fogunk kiosztani majd. Nagyon szépen köszönjük. Zöldüljetek tovább. Köszönöm szépen, ti is. Igyekszünk. Mi pedig abszolút. Most folytatjuk, hiszen bizonyára emlékeznek, akik mindig velünk tartanak, hogy ezelőtti héten a Szombathely Center 10. születésnapját ünnepeltük, úgyhogy hát erről nézzenek meg egy kis összefoglalót.
10 éves fennállását ünnepli a Szombathely Center. A születésnapi ünnepségen a város és a kistérség vezetői is részt vettek, és gratuláltak a cég tulajdonosi körének. A gazdasági világválság legmélyebb pontján jött a városba az a vállalkozás, amely több tucatnyi embernek adott jól fizető, stabil munkahelyet, mondta el az ünnepi köszöntőjében az országgyűlés alelnöke, a térség országgyűlési képviselője Hende Csaba. Plázák, bevásárlóközpontok a maguk nemében igen sikeresek, és ez örvendetes, hiszen a kereskedelem az nem egy haszontalan tevékenység, a kereskedelem a közgazdaságtudomány mai állása szerint pont olyan mértékben, pont olyan súllyal és módon tud részt venni a bruttó nemzeti termék vagy nemzeti jövedelem előállításában, mint a gazdaság más ágai. A szombathelyiek örömmel látogatják ezt a bevásárlóközpontot, tette hozzá. A város polgármestere elmondta, hogy 10 éve még az iparűzési adó 4,3 milliárd volt, míg a tavalyi év adatai 8,3-et mutatnak, ez óriási fejlődést jelent, szerinte jó helyre jött ez a cég. 2010 óta az iparűzési adó, azaz a GDP majdnem duplájára emelkedett a városban. Ez tehát azt jelenti, hogy a vásárlással is nagyobb lehetőségek vannak. A vásárlók többségének nagyon előnyös, hogy munkaidő után is el tudnak menni vásárolni, hiszen a bevásárlóközpont üzletei estig nyitva tartanak. Szombaton és vasárnap még nagyobb a zsúfoltság. Az, hogy tovább tartanak nyitva, családok, igen, kisgyerekesek szempontjából is pozitívabb. Így a hétköznapokat nem kell annyira összezsúfolni, hanem akár a hétvégébe is belecsúsz a családi program keretében egy vásárlás. Erről beszélt az ünnepségen a cégvezetés is. 10 éve csináltuk meg ezt a projektet Szombathelyen, és már akkor biztosak voltunk benne, hogy ez egy jól menő bevásárlóközpont lesz. És a Szombathely Center esetében valóban teljes kiadottságról beszélhetünk. Egy nagyon forgalmas út mellett található, ami segíti az üzletek forgalmának növekedését. Nagyon jó, hogy a bevásárlóközpont környékén több építkezés is történt az elmúlt években, épültek családi és társasházak is, illetve ide épültek mellénk más nagyobb üzletek is. Az elmúlt évtized sikereit a város kiemelkedő sportkultúrájának is köszönheti az egyik szaküzlet. Az eredmények országos viszonylatban is kiemelkedőek. Nekem Szombathely különösen fontos, mert én Kőszegen születtem, úgyhogy az egész familiám erről a vidékről származik, úgyhogy nagyon örültem, hogy eljöhettem ide. Úgyhogy nekem ez nagyon nagy öröm, amikor 10 éve dolgozom az Intersportnál, úgyhogy számomra ez minden szempontból egy jubileumi alkalom. Ez volt az egyik első projekt, ahol részt vettem. Még emlékszem, hogy ilyen konténerekbe kellett beülni az első egyeztetésekre, de természetesen a munka javarészét a franchise partnerünk végezte el, és hát az egyik kiemelkedő áruházunk, ami tavaly újult meg, úgyhogy a legszebbek közé is tartozik, és a legeredményesebbek közé is. A vállalkozások tulajdonosai szerint szinte csoda, hogy a gazdasági válság ellenére is fejlődhetett, bővülhetett, vagy átalakulhatott az üzletkép. Amikor mi 10 évvel ezelőtt megnyitottunk, akkor minket is meglepett, hogy milyen mértékű gazdasági válság volt, de hála Istennek ki tudtunk ebből kerülni. Egy évvel ezelőtt át lett minden építve a vásárlók kívánsága igénye szerint, a kerékpár részleg lett bővítve, és még sok-sok energiát szeretnénk fektetni abba, hogy a bolt ilyen sikeres maradjon. Az elmúlt néhány évben azonban a jótékonyságból is kivette a részét a Szombathely Center. Már 5 alkalommal szerveztek ilyen célból szabadtéri sütés-főzést. Ilyenkor gondolunk a gyerekekre is és a felnőttekre is, a hátrányos helyzetű gyerekekre is, ugyanis az első főzés az mindjárt a Markusovszki kórház gyermekosztályára ment, aztán főztünk a szalézi gyerekeknek, családoknak, tehát éppen akit ki tudunk választani és szüksége van rá. Ez azért fontos, mert az ide látogatók akkor nem csak a pénzüket költik a boltba, hanem tudnak jótékonykodni is. Az elmúlt 10 év tapasztalataiból kiindulva a 10. születésnapi ünnepségen az is kiderült, hogy a Szombathely Center továbbfejlesztését, bővítését tervezik a tulajdonosok, azonban az, hogy hogyan és mikor valósul meg az elképzelésük, még a jövő zenéje.
Küldjenek nekünk SMS-t a 0620-507-3181-es telefonszámra, hiszen nyerhetnek a meglepi kis és nagykereskedés felajánlott egy vázát, illetve egy fali órát, és a Herman iskola felajánlotta ezt a csodálatos virágot egyébként, ami az asztalon található, illetve még egy pohárdíszt is, amit az elején nem soroltunk. Nem tudom, pohárdísz egy ilyen pohár. Nagyon szép. Azt is megnyeretik, nem tudom mi az pontosan. A Szombathelyi Vörös Sándor színház színésze Bajomi Nagy György Jászai Mari díjat kapott. Ez alkalomból Eszti beszélgetett vele. A Vörös Sándor Színház oszlopos tagja, Jászai Mari díjas színész, a vendégem Bajomi Nagy György. Üdvözöllek és köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást és üdvözlöm a szombathelyi nézőket. Nemrég kaptad meg a Jászai Mari díjat, tehát még ez egy nagyon friss hír, igazából egy hónapja sincsen még. Március 13-án akkor vettük át, vagy akkor kaptam meg, igen. És hogy érezted magad, hogy megkaptad ezt a hatalmas kitüntetést? Hát nagyon örültem, nagyon boldog voltam neki természetesen. Hát, szerintem az ember vagy szent, vagy hazudik, hogy az vagy, hogy nevessék neki jól az elismerés. Tehát én nagyon örültem neki. Tulajdonképpen ez úgy működik, hogy fölterjeszt a színház, és akkor aztán a Jászai Mari Bizottság elé kerül, akkor ha benne vagy a legjobb 14-ben, akkor fölmész a minisztériumhoz, és akkor vagy megkapod, vagy nem. És azt még ezt szeretném mondani, hogy tehát amióta itt vagyunk, amióta van színház, még az első évben Tóth Ildi kapott egy díjat, de azóta én még az első, és nagyon bízom benne, hogy az első fecske vagyok, mert nagyon sok nagyon jó színész van nálunk, akik ugyanígy megérdemelnék természetesen, illetve még vannak két picit idősebb kollégánk, a Kispari meg a Trokán Péter, aki pedig szerintem a legnagyobb díjat is megérdemelnék. Hát ugye nem én osztom, mert én már odaadtam volna nekik, de hát bízunk benne, hogy előbb-utóbb meg fogják kapni. Számítottál egyébként erre a díjra? Hát de ezt figyelj, reménykedtem azért, hogy azért 51 éves vagyok, azért reménykedtem, hogy azért talán egyszer odaférek, de hát úgy hát szerettem volna, és hála Istennek összejött, de számítani úgy, hogy elvárni, úgy nem várjál az ember, de öröm. De akkor számítod, örültél neki. Hát persze. Hogyan indult a karriered? Hogyan jött, hogy te színész szeretnél lenni, vagy volt egyáltalán egy olyan kifejezett pont, amikor te tudtad, hogy igen, én mindenképp színész leszek? Hát figyelj, tudod, biztos, hogy sok színész azt szokta mesélni, de én is versmondó fiú voltam az iskolában, tudod, hogy ünnepségeken te mondod a verset, és akkor úgy tetszik, közben pedig meggyőződésem, hogy egy ilyen ünnepi versre senki nem figyel, azon kívül, aki mondja, de ezt én állítom, hogy így van, de jó, mondjuk, oké, mondjuk figyelnek. És van Szentesen egy ilyen irodalmi drámai osztály, tudod, ez Szentesen volt abban az időben, ez 78-ban indult, meg Pesten volt, és aztán később lett Debrecenben. Azt még a Várkonyi Zoltán találta ki, a Bácskai Miska bácsi, ez volt nekünk a Szentesi Gimnázium igazgatója, és az irodalmi drámai osztály, ez abból állt, hogy akik 14 évesen már a általános iskola után érdeklődnek a úgymond a színjátszás vagy efele, azokat összegyűjtötte, és ide is komoly felvételi volt, mint amilyen 100-an jelentkeztünk, és akkor felvettek 37-et, talán elég sokat. És a mi osztályunkból például 6-an lettünk színészek, képzeld el. 6-an lettünk színészek, hát az őrület egy vidéki gimnáziumi osztályból, és ebből a 6-ból már én még a 3. Jászai Mari díjas színész. Tehát ez egy szerintem ilyen országos. Mint az Alföldi Robival volt most az olvasópróbánk, az Alföldi Robi egy évvel alattam járt a gimnáziumba. Aztán őt elsőre felvették a főiskolára, engem 3-jára, ezáltal ott meg fölöttem járt. És akkor ő most fog engem először rendezni. Hol játszottál először? Mi volt az első komoly szereped? Az első komoly szerepem? Hát figyelj, ezt nem tudom, szerintem ezt nem fogod tudni, vagy én, mert ugye a főiskolán is már játszunk, és akkor azt is úgy veszik, hogy komoly szerep. Ami nem fogom... neked a legkomolyabb volt? Tehát amikor te érezted, hogy úristen, én tényleg színész vagyok, és hogy... Hát én most a 6 éves koromban éreztem, nem most így éskedek. Figyelj, szerintem nincsen egy ilyen pont, tudod? Tehát amikor elvégeztem a gimnáziumot, ugye Szentesen, akkor jelentkeztem a főiskolára, akkor nem vettek föl, és akkor elmentem a Nemzeti Színháznak a stúdiójába, az akkori Nemzeti Színháznak, ez most Pesti Magyar Színház, és ott 2 évig voltam stúdiós, és csak utána fölvettek a főiskolára, ha már az egész életemet elmondom, akkor így, aztán elvittek egy évre katonának, mert előfelvétel is voltam, és a Huszti Péter osztályába végeztem 92-be. Azt a mindenit.
Igen. Mondjam tovább is, hogy mi történt az izgalmas életemben? Utána voltam 2 évig Nyíregyházán, utána 10 évig Pécsen, és aztán azt hiszem 6 évig szabadúztam, akkor Tamás, akkor volt a Jordán Tamás az igazgató a Nemzetibe, akkor ott játszottam szerepeket, illetve 4 évadon keresztül például Tamással is együtt forgattunk a Tűzvonalba című egy ilyen rendőrsorozatba a Magyar Egyen. 2007-ben volt ez. Igen, azt most így pontosan nem tudom, és most már itt a 9, azt hiszem, ha jó számom, 9. vagy 10. éve, de itt vagyok. És mit szólsz a városhoz? Hát hiszen most már majdnem úgy törzsgyökeres, hát Szombathelyen. Én nagyon szeretem a várost, meg tényleg nagyon jó a közönségünk. Tényleg, tehát fantasztikus, ahogy most már a nehéz darabokat is értik, tehát azért ez egy folyamat természetesen. És hát én szeretek itt lenni. Tehát azért vagyok itt, különben nem lennék itt. Ami engem mindig nagyon érdekelt, hogy rengeteg szöveget kell megtanulnotok. Igen. Neked van erre valami különös technikád? Vagy te hogyan tudsz megtanulni ennyi szöveget? Ezt mindenki megkérdezi, tudod? Én azt nem tudom, hogy az orvosok hogy tudnak belevágni egy emberi testbe. Tehát én ezeket nem értem. Semmi kézügyessége, vagy kocsit nem bénnék összerakni. Szerintem te is meg tudod, illetve mindenki meg tudná tanulni. Azt gondolom, mert van rá 6 heted, ez a dolgod, megtanulod. Tehát ez ennyi. Tehát én szerintem nincs egy ilyen démoni képesség a színészeknek, hogy ilyen szívja be a szöveg, de ez rász, megtanulod. Ez a dolgod. Hát majd egyszer kipróbálod. Próbáld ki egyszer, jó, oké. Okay. És mit szoktál csinálni szabadidődben, ha éppen nem szöveget tanulsz, és nem a színházban vagy? Mit csinálsz itt szombaton? Gyakorlatilag semmit az évfolyamon nem csinál. Nézek sorozatokat. Hát figyelj, majdnem mindig a színházban vagyok. Tehát általában tisztogatni próbálok, este meg játszok. De gyakorlatilag egy 10 órát ott vagyok a színházban, aztán meg észre meg alszom, azt hiszem alszom. De érdekes. És hogy szoktál lazítani? Hogy vezeted le a sok feszültséget, a sok munkát? Tévézéssel? Én nem élem meg ezt olyan rettetes feszültségnek. Tehát én nem misztifikálom én ezt annyira, hogy akkor most nekem utána nem tudom, mit kell csinálni. Akkor te egy boldog, kiegyensúlyozott ember vagy, és mondhatjuk ezt. Hát biztos, hogy kiegyensúlyozott vagyok, legalábbis én azt gondolom magamról, igen. Ha már itt tartunk, magadat milyen embernek írnád le? Mik a pozitív tulajdonságaid, mondjuk 2, és aha, mi a negatív? Mondjuk az is legyen 2. Aha, hát negatívat nem tudok, azt egyet sem volt. Lusta vagyok, az biztos. Jaj, mi vagyok még? Nem tudom, most írtelen, mondjak még egy szörnyűséget? Megfogtál ezzel most, hogy te. Lusta és lusta, mondjuk ez 2, jó? Duplán lusta. Vegyük 2-nek, jó. Vagy ha eszembe jut valami szörnyű tulajdonságom, akkor majd mondom. Pletykás vagyok például, na, az jó? Nem tudom, hogy ez hát negatív. Szeretem az információkat begyűjteni. Azt szerintem abszolút pozitív. Ez pozitív? Nőként én azt akkor mondom. Jó. Kedves vagyok, szerintem az egy pozitív. Kedves vagyok meg. Hát mi vagyok még? Hát mondjuk, legyen ez is egy jó. Meg egy vidám. Szerintem abszolút vidám. Abszolút vidám, igen. Igen. Miben láthat legközelebb a közönség itt Szombathelyen? Mi dolgoztok éppen? Mondom, most kezdtük, ma kezdtük el, onnan jövök. Tudod, az Alföldi Robi rendezi a Szálmi boszorkányokat, és abba leszek. Ez egy nagyon izgalmas, egy nagyon híres Arthur Miller darab. De nagyon sokat játszott a világban, egy nagyon-nagyon érdekes történet. Szerintem én biztos, hogy mondani sikere lesz. Mikor lesz látható egyébként? Hát figyelj, ma kezdtük el, ha megölsz, akkor se fogom tudni megmondani a premier, de szerintem olyan 6-7 múlva kell, hogy a bemutató így szokott lenni. Hát nagyon szépen köszönjük. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, hogy meghívtatok. És reméljük máskor, és ezt is gratulálunk a díjathoz. Köszönjük. Köszönöm szépen. Milyen gyorsan átöltöztél? Most hirtelen zöldbe vagyok, és nagyon jó idő van. Hát sajnos a műsorunk legvégéhez érkeztünk, úgyhogy itt az ideje, hogy sorsoljunk. Méghozzá, igen, a meglepi kis és nagy kereskedés vázáját nyerheti meg ez a 70-es, néző. 599, 73, 94. Gratulálunk neki, a következő pedig a fali óra lesz, ami szintén a meglepi kis és nagy kereskedés felajánlásában. 72, 28, 61, 65. És gratulálunk akkor van az hozzá. Amit nem tudtál elmondani tulajdonképpen mi. Az a poharas dísz. Pohár dísz. Hát, abban is egy kis növény van. 30-as, 570, 38, 23, már ne húzzál több számot, légy szíves, mert... Dehogy is nem, még ezt a virágot is kisorsoljuk. Azt nem az előbb sorsoltuk? Nem. Gyuri mindig sose tudja követni. Még ezt a virágot.
30-as 530 170 30. Gratulálunk minden nyertesünknek! Várjuk Önöket a jövő héten is, de képzeljék el, a mai nap egy kicsit különleges, mert hogy Horvátné Hegyi Sarolt a kolléganőnk, aki egyébként a Hétvége című műsor főszerkesztője, ma ünnepi születésnapját, úgyhogy mi készültünk egy ilyen pici kis meglepetéssel, úgyhogy nagyon várjuk, hogy Gergő kollégánk előlépjen a háttérből, és előlépett Gergő, köszönjük szépen! Hegyi úgyhogy Saroltát is, hogy jöjjön ide. Saci, légy szíves, gyere be hozzánk, boldog születésnapot! Önöket várjuk a jövő héten is, legyenek velünk akkor is, boldog hétvégét! Boldog hétvégét! A műsorvezetőt öltöztette az Amnézia márka volt. A műsorvezetőt a Jeans Store öltöztette. Műsorvezetőnk frizurájáról a Revitál szépségszalon gondoskodott.